Több mint 50 alkotó, 250 pályamunkája érkezett tavaly a Város és a Kossuth Művelődési Központ felhívására. A nagy sikerre való tekintettel így idén is meghirdették alkotópályázatukat a szépkorúak számára. Az elmúlt évben Hegedűságot a polgármester javaslatára az egész október az idősekről szólt, mely idén sem lesz másként. Az ünnepi műsor mellett újra kiállítást rendeznek a szépkorúak munkáiból. Tavalyi évhez képest annyi a különbség, hogy míg tavaly ceglédi alkotóktól vártuk a pályamunkákat, idén már ezt a kistérségre kiterjesztettük, hiszen szembesültünk azzal az igénnyel, hogy a kistérségből is nagyon szívesen érkeztek volna alkotások a kiállításra, és ezt már látjuk is, hogy fognak is például Albertésáról, Abonyból, Bercelről is jönni alkotások. A szervezők szeretnék, hogy azok a szépkorúak is be tudjanak mutatkozni, akik eddig csak a négy fal között dolgoztak, és csak családjuknak mutatták meg tehetségüket. Azt írtuk a pályázati felhívásba, hogy 5 munkát adhat be egy alkotó maximum, hiszen ez lehetőséget ad számunkra is a válogatásra, hogy ezt a sokszínű kiállítást azért valamilyen szinten egységessé tudjuk tenni. Fotók, festmények, textilmunkák, ugye nagyon népszerű amiguru figurák, fafaragások, agyagszobrok fognak érkezni már most előreláthatólag, úgyhogy nagy izgalommal várjuk az alkotásokat. Forma és méret megkötés nincs. A beérkezett műveket szakmai zsűri válogatja majd ki. Szeptember 1-e és 20-a között a Kossuth Művelődési Központban várják az elkészült alkotásokat. A tárlat ünnepélyes megnyitója idén is október 1-én az Idősek Világnapján lesz. A kiállítást pedig a Kamara Galériában tekinthetik majd meg az érdeklődők.